Elkészült a új öntözőrendszerem, most megmutatom nagyjából, hogy miket tud. Ez a vezérlő része, itt tudom kapcsolókkal vezérelni, ha ezt felkapcsolom, tölti a vizet, hallani is. Ha ezt bekapcsolom, akkor tápot tölt, majd meg fogom mutatni, hogy automatán is hogy megy. Ezekkel tudom kapcsolni a sorokat egyenként, hogy melyiket öntözze, és itt tudom átkapcsolni automatára. Ilyenkor felkapcsolnak a mikrovezérlők, és azokat fogom tudni irányítani. Ide került egy második vezérlő rész. Ez méri a ultrahanggal a vízmennyiségét a tartályban. Tetején egy esőérzékelő, ez még nincs befejezve, hogy hogy lesz megoldva. Itt van a víznek a mágnes szelepe, amivel töltöm a tartályt, és azon a kis vékony csövön adagolom hozzá a tápot. Ez itt a főcsap rész. Innen szűrőn keresztül megy a víz a öntözőrendszerbe, még ide lesz egy mágnes szelep, ami most lett megrendelve. Most szeretném megmutatni, hogy itt működik, itt van a táp vödörbe, feloldva vízbe. Egy kis szivattyút üzemeltem be, még most ez ilyen próbaüzem. Ez szívja fel a tápot a tartályba, és mint mutattam már, a kapcsolóval is lehet vezérelni, de most megmutatom, telefonnal lehet vezérelni az egészet. Itt ezt megnyomom, akkor elkezdi szívni a tartályból a tápot, és már hallani is, hogy csurog odafönt. Most itt, ha ezt a másikat bekapcsolom, akkor ezzel megy a víztöltés is, és akkor egyszerre megy a táp, meg a víz a tartályba. Akkor itt lehet a öntözést kapcsolgatni soronként. Itt van, hogy ez első sor, az a fólia például, a második az a csili 1-es sor, csili 2-es sor, hibiszkusz 1-es, hibiszkusz 2-es, innen tudom vezérelni. Ide még betettem egy olyat, ami diagramon ábrázolja a hőmérséklet és páratartalmat, amit itt fönt ír a program mindig pontosan. Hát itt van beállítva esőérzékelő, ez a zölddel kiírt rész, hogy öntözhetsz, nem esik. Ez pirosra vált, hogy ne öntöz, mert esik az eső, hogyha esik az eső. Itt pedig jelzi, hogy hány liter táp van, hány liter folyadék van a tartályban, ott méri. Hát egy picit ugrál, mert a víz hullámzik, de úgy nagyjából elég jól sikerült belőnöm. A programban még be lehet állítani olyanokat, hogy jelezzen, hogyha elért 300 litert vagy 500 litert. Ez a kis szivattyút pedig megmértem, úgy adagolja a tápot, hogy olyan 90 másodperc alatt szív föl egy litert. Szóval, hogyha 1000 literhez keverek be a vödörbe, mondjuk 10 liter vízbe, akkor az 5 liter vízzel 7,5 perc alatt hozzáengedem a tartály feltöltéshez, és akkor összekeveredik a táppal a víz. Most itt vagyok a 1-es csili sornál, és megmutatom, hogy hogy működik a öntözés. Hát itt van a mágnes szelep, és akkor ezt tudom kapcsolni. Ezt nem nagyon hallani, de kapcsolom, és akkor engedi a vizet, és így van minden sornál megoldva. Itt a fólia az 1-es sor. Ezt is tudom öntözni. Itt van a csili 1, csili 2-es sor. A hibiszkusz 1-es, hibiszkusz 2-es, és ezt a többit, ezt egy szeleppel vezérlem. Ez a szabadföldi részt öntözi. A paradicsomoknál, csiliknél, paprikánál
itt a tüskékkel van megcsinálva, egyenként öntözve. A hibiszkusznál itt ez csepegtető szalaggal van. Ezek, amik sűrűn vannak, ez majd a jövő évre való hibiszkuszok. És akkor itt pedig ugyanúgy egyesével, csepegtető tüskével vannak öntözve. Hát ez az én kis öntözés technikám, amivel most lettem kész.